Átlag életkoruk 30 év, gyakran felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, nagyvárosokban laknak, és több közöttük a férfi, mint a nő. A szinglikről szól a napközben a következő fél órában, vagyis azokról az emberekről, akik még nem kötöttek házasságot, tartós párkapcsolatuk sincsen, nem született gyermekük, és egyszemélyes háztartást visznek. Ha magukra ismernek, vagy hogyha ismernek ilyen embereket, akkor várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat, történeteiket. SMS számunk 0630 9666. Vajon mikor jön el az ember életében az a pillanat, amikor úgy érzi, hogy szeretne tovább lépni, nem szeretne tovább szingli lenni, de elvesztette a társkeresés útvesztőjében önmagát, meg a célokat is. Amikor már régóta tartó magányt vagy társtalanságot egy pszichológus szakember segítségével szeretné orvosolni. Geist Klára szakpszichológust, párterapeutát Deák Dóra kérdezte. Sokszor hallani a barátainktól, amikor egy párkapcsolat előtt állunk, vagy keressük a nagy őt, hogy ne keresd, ne várj rá, majd amikor nem számítasz rá, akkor fog jönni. Ez nagyon sok esetben nyugtató lehet az emberek számára. Hogyan találhatjuk meg a párunkat, hogyha szingliként éljük a mindennapjainkat? Különbséget kell tenni az életmódszerűen szingliként élő emberek között, tehát akik ezt választották, illetve azok között, akik a pillanatnyi élethelyzetükben élnek egyedül, de valakivel szeretnének majd élni. Érdemes kicsit tudatosabban keresgélni. Valóban a görcsösség az nem tesz annyira jót, ugye ez egyfajta szorongást, aggódást és adott esetben a nyitottságnak az ellentétét, tehát hogy bezárkózást is okoz, de ennek ellenére, hogy valaki nem szorong ezen a dolgon, hogy ő vajon mikor talál társat, mégis érdemes kicsit tudatosabban készülni erre, vagy odafigyelni. Egyrészt úgy, hogy valaki nem csak a spontán találkozásokban hisz, hanem elkezd minden fórumot használni erre, életmódszinten a természetes találkozásokat is, illetve az internetes társkeresés lehetőségét, másrészt pedig, hogy priorizáljon az illető, hogy mik az ő számára fontos dolgok, mert nagyon sokszor azt látjuk, hogy egyrészt, ahogy telnek az évek, egyre rugalmatlanabbá válik az illető, olyan mértékű hiányokat élt át az egyedüllét miatt, amik paradox módon pont elég magasra teszik a lécet, nem tud priorizálni, nem tudja eldönteni, hogy milyen dolgok fontosak neki a társkeresés során, hanem ugye legyen az illető egyedülálló is, több diplomás is, egzisztenciálisan jó helyzetben lévő, gyermektelen, és akkor a végén már senki nem maradt, tehát hogy ez egy önismereti út. Vannak, akik a barátaiktól, vagy akár párkapcsolatban élő személyektől kérnek tanácsot, de mi az a pont, amikor már pszichológus szakemberhez fordulnak az emberek? Van az a mértékű szenvedés, nyomás, amikor ők szakemberhez fordulnak, amikor az az életmód, amit ők elképzelnek, nem teljesen egyezik meg azzal, amit ők megélnek a hétköznapokban. Van egy ilyen életfeladat, úgy hívjuk, amikor az illető társt keres, hogy intimitás szemben az izolációval, tehát hogyha nem tudja megtalálni a felnőtt meghitt párkapcsolatát, vagy párkapcsolatait nyilván a keresgélés ideje alatt, akkor elszigetelődik. És vannak olyan emberek, akik ezt szenvedésként, fájdalomként élik át, és akkor ők fordulnak pszichológushoz. Mi az, amit a szingli embereknek tudna tanácsolni? Nagyon fontos kikötnünk, hogy el kell fogadni azt, hogy vannak olyan emberek, akiknek az ad biztonságot, hogy nem kell senkihez se közel lenni. Azt én nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen irányban ne legyen egy társadalmi nyomás, hogy mindenféleképpen el kell köteleződni, de akik változtatni szeretnének azon, hogy egyedül élnek, arra kell figyelni, hogy milyen dolgok fontosak az én számomra a másik emberben. És ez kell az önismeret, mert hogyha túl magasra teszem a lécet, túl nagyok az
elvárás, én akkor hirtelen semmi nem marad. A másik, amiben meg a barátok segítetnek, az az, hogy abban tartsanak tükröt, hogy én mit tudok adni a másiknak. Ne csak elvárjak, hanem hogy én is tudjam magamban fejleszteni, alakítani azokat a dolgokat, amik a kapcsolatban levő léthez szükségesek. Deák Dóra interjúját hallották, a stúdióban pedig itt van velünk Rövid Irén, szociológus, a KSH munkatársa, szakértője. Kezdjét sokrom, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A legutóbbi népszámlálás adatai azt mutatják, hogy 200 ezer szingli él Magyarországon. Ön több tanulmányt is írt, egyrészt egy hosszabb időszakot átfogott talán, a 2000-es, illetve 2010-es évek között, és aztán egy a maihoz közelebbi állapotban. Szerintem kezdjük fogalommagyarázattal, hogy kit tekintünk szinglinek. És ezen nem sértődik-e meg az, aki esetleg olyan helyzetben van, de ő nem gondolja magát szinglinek. Hát igen, pontosan nagy kihívás volt számomra is, hogy kik azok a szinglik, hiszen többféle szingli fogalom létezik, tehát nincs egy olyan egységes definíció, amire én is építhettem volna a kutatásom során. Számos változat található. Például van, aki mindenkit, vagy azokat tekinti csak szinglinek, akik még nem kötöttek házasságot, tehát nőtlen hajadon családi állapotúak, de van az is, előfordul az is, hogy mindenki ide sorolnak, aki például egyedül él egy egyszemélyes háztartásban, tehát családi állapottól, életkortól függetlenül, illetve gyakran előfordul az is, hogy azokat is szinglinek tekintik, akik már elváltak, tehát éltek már egyszer házasságban, de újra keresik a párjukat, tehát számos szempont volt, amit nekem is mérlegelnem kellett, és számos olyan kihívás, amit ugyancsak, ami előttem állt, de ezeket kicsit így továbbfejlesztve így sikerült a népszámlálási adatok alapján meghatároznom a saját szingli fogalmamat. Tehát valahogy muszáj lehatárolni. Persze, nyilván igen. Az ön szingli fogalma akkor micsoda? Én azokat tekintett, két tanulmányt írtam, az fontos így megemlítenem a szinglikkel kapcsolatban. Az első még 2018-ban jelent meg, és itt azokat tekintettem ebben a tanulmányban szinglinek, akik a 2001 és a 2011. évi népszámlálásnak az eszmei időpontjában még nem kötöttek házasságot, tehát nőtlen hajadon családi állapotúak voltak, 20-39 év közötti korcsoportba tartoztak. Nem volt se tartós párkapcsolatuk, se gyermekük, és egyedül éltek egy háztartásban. Ezen egy kicsit módosítottam, idén jelent meg a legújabb tanulmányom, szintén a területi statisztika folyóiratban, és itt már a 40-es éveiben járó szindik jellemzőit, életkörülményeit is vizsgáltam, hiszen fontosnak tartottam azt, hogy ez a 20-49 éves korosztály, ez már a nők szempontjából talán egy még reproduktív termékeny korszaknak tekintett élethelyzetet is lehatárol. Na hát vannak még itt azért különböző dolgok, amikkel azt hiszem meg kellett, hogy küzdjön, bár ezek sokkal kevésbé tudományosak. A szingli szónak a jelentését és annak a különböző rétegződéseit is, ugye, ha végig gondoljuk, hát itt azért a és most muszáj mondanom, hogy a különböző televíziós sorozatok, hollywoodi filmek nem sokat segítettek azt hiszem az egyedülállókon, vagy éppen a szingliken, mert hogy az a tényleg filmforgatókönyvbe illő helyzet, miszerint valaki 30-as, gyermektelen, nagyvárosban élő, gazdag, az egyedülállóságára rendkívül büszke, és azt még hirdeti is, szóval, hogy ez azt hiszem, hogy nagyon a kisebbséget jelentheti, ha a valóságot nézzük, vagy tekintjük. Hát pontosan igen, ezekben a sorozatokban többnyire egy nagyvárosban élő, karrierorientált, jól szituált, többnyire nők élethelyzetét mutatják be, és talán ez is volt a számomra az egyik cél, hogy megvizsgáljam ezt, hogy tényleg a szinglik tényleg többnyire a nők közül kerülnek ki, tényleg visszatükröződik-e a statisztikai adatok alapján is az, amit a média közvetít a szinglikkel kapcsolatban. És?
És hát igen, számomra is meglepő volt, hogy például tehát a szinglik között több a férfi, mint a nő. Azért fontos azt megemlítenünk, hogy ebben a korcsoportban, amit én is vizsgáltam, ez a 20-49 éveseknek a korcsoportjában eleve több férfi található, mint nő. Nyilván másoka is lehetnek, hogy most miért éppen a férfiak, vagy a szinglik között miért pont több a férfi, mint a nő, de ez is egy fontos szempont lehet. Amikor kutat, akkor a rendelkezésre álló népszámlálási adatokat nézi, tehát ez azt jelenti, hogy nem tudja megkérdezni azokat az embereket, akik ugye ebbe a mintában benne vannak, tehát arra kevés válaszunk van, vagy kevés ötletünk, hogy miért szingli az, aki szingli. Igen, persze, tehát a népszámlálás esetében azért az fontos megemlítenünk, hogy igazán nem tudom megkérdezni tőlük, tehát ez egy rendelkezésre álló adatállomány, ami nagyon fontos, hogy ez egy teljes körű lekérdezés volt, tehát az egyetlen ilyen jellegű adatfelvétel, és pont ez a legnagyobb, tehát ez egyik, emiatt is tartottam kulcsfontosságúnak, hogy sokszor a kutatók azzal szembesülnek, hogy adatokra van jó szükségük, tehát jó minőségű adatokra, és ebben az esetben ez nagyon, nagyon fontos volt, hogy számomra ez KSM munkatársaként ez a rendelkezésemre állt. Tehát igen, sajnos a népszámlálás és a 2016. évi mikrocenzus adatai alapján, tehát az okokra nem tudunk következtetni, tehát azt nem tudjuk megmondani, hogy ezt valaki választotta, vagy akaratlanul ebbe az élethelyzetbe került, viszont mint már említettem, az egyetlen teljes körű adatfelvétel, legalábbis a népszámlálás, a mikrocenzus pedig egy igen nagy 10%-os mintán valósult meg, tehát kulcsfontosságúak szerintem a vizsgált szempontjából. Akkor azt sem tudjuk ezek szerint egészen pontosan, hogy létezik-e olyan, hogy szingli öntudat. Tehát, hogy aki szingli, az magát szinglinek gondolja-e, vagy tartja-e, vagy mondja-e, hogy én szingli vagyok. Hát ezekből az adatokból ezt nem tudjuk megalapítani, igen. Ugyanakkor az adatok mögött, bármelyik évből is származzanak, ugye hát valódi sorsok, meg valós élethelyzetek, igen, állnak, és most jönnek is már, érkeznek is már az üzenetek, ugye SMS számunk 0639666, és várjuk is ezeket továbbra is, 10 óráig beszélgetünk a szinglikről. Egy édesanya írt, pontosabban most már nagymama is: nagyobbik lányom csinos, szép, kedves, több diplomás, 30-as évei közepén jár, 4 nyelven beszél, külföldön él, jó egzisztenciával és ráadásul szabadon, nagyon sokat utazik, abszolút önálló, független, és ebben remekül érzi magát. Nem vágyik sem házasságra, sem gyermekre, neki így jó. Kisebbik lányoméknál viszont van 2 gyönyörű unokám, nekik meg éppen így jó. Mindkét élethelyzetet elfogadom, el is fogadtam, örülök, hogy minden gyermekem jól érzi magát, és a saját bőrében a saját életútját meg is találta. Ez tehát egy vélemény. Van-e összehasonlításunk nemzetközi adatokkal? Kutatják-e egyáltalán bárhol máshol azt, hogy hányan élnek szingliként, illetve hát összevethetőek az adatok, tehát hogy ugyanazok-e a paraméterek? Persze több kutatás is foglalkozik külföldön a szinglikkel, viszont ezeket az adatokat nem tudjuk összehasonlítani, hiszen egyrészt az adatforrás sem ugyanaz, illetve amit már említettem, hogy a szingli fogalom sem, tehát ennek ellenére azért a 2011. évi népszámlálásnak az egyszemélyes háztartásoknak az arányát én is megnéztem, hogy azért a magyar adatot el tudjam helyezni nemzetközi szinten, és azt tapasztaltam, hogy hazánk így ebből a szempontból úgy középmezőnyben helyezkedik el. Egy újabb üzenet egy hallgatónktól, ő egy kérdést fogalmaz meg, és ez kapcsolódik is a tegnapi adásunkhoz. Tegnap beszélgettünk hosszan arról, hogy kik azok, akik még ma Magyarországon a Mama Hotelben laknak, vagyis még a szüleikkel együtt élnek. Ugye lehet, ez is egy kényszerűség, lehet inkább választás kérdése. Ő azt, mármint a hallgatónk ebben az üzenetben azt kérdezi, hogy szinglinek tekinthető-e az, aki tartósan ebben a Mama Hotelben él, vagyis a szüleivel együtt? Hát az én fogalmam szerint nem. Tehát én azokat tekintettem szinglinek, akik egyedül éltek egy háztartásban. Pedig van, természetesen létezik olyan fogalom is, vagy definíció, ami szerint őket is be lehetne sorolni, és tekinthetnénk szinglinek. Azt mondja, hogy 2 tanulmányt írt. Igen. Az egyik ugye 18-ban jelent meg, a másik pedig frissen. Én leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy bármiféle változás, akár mennyiségi, akár minőségi, vagy hát az adatok mélyén meghúzódó változás látszik ebben a periódusban. Ugye ez azt jelenti, hogy nagyjából az elmúlt 20 évet ön ismeri.
Hát igen, a 20-39 éves szinglik száma 2011-ben 201 ezer fő volt, erről már beszéltünk is. Ez 62 ezer fővel több, mint 10 évvel korábban, és ami érdekes, hogy 2016-ra... Hát az százalékosan rettentő nagy változás. Igen, és 2016-ra ez némileg csökkent, tehát 188 ezer főre mérséklődött. Ettől függetlenül azért ez egy, úgy gondolom, így is egy elég nagy számról, sok személy, emberről beszélünk, hiszen ennek a 20-39 éves nőtlen hajadom családi állapotnak, a családi állapotú népességnek a 12%-a tekintető szinglinek, és hát igazából nagyjából azt mondhatjuk, hogy ez a 201 ezer fő, ez Debrecennek a lakónépessége, és kicsit többnek mondható most ez a 188 ezer, mint Szegedé. Igen, és én annyira szeretném, hogy a közülük valaki, bárki írna nekünk üzenetet, és beszámolna arról, hogy ma statisztikai adat mögött az ő élettörténete az hogyan mutat. SMS számunk 0639666. Ide várjuk az üzeneteket, 10 óráig tudunk a témáról beszélgetni, tehát jó lenne, ha befutnának addig. Ugye elmondta, hogy 20 és 49, 20 és 39 év között az az időszak, az az életkor, amiben vizsgálódik. Hát ez az ember életéből azért egy nagy idő és egy jelentős életszakasz. Ez a felnőtt életünket Igen. gyakorlatilag lefedi. És nagyon más helyzetben van az, aki mondjuk a 20-as éveiben jár még, választásaiban is, aztán a 30-as évek elején, szerintem a 35. életév környékén is van azért egy váltás gondolkodásban, Igen. legalábbis az egyén szintjéről közelítve mindenképpen, és aztán a 40-en túl pedig, szóval itt azért ez egy széles életszakasz. Igen, és pont ez volt a célom, ezért is határoztam igazából két csoportot, a 20-as és a 30-as éveiben járó szinglik mellett, akkor a 40-es éveiben járó szinket is vizsgáltam, és itt azért utalnék, hogy mert róluk még nem beszéltünk, a 40-es években járó szingliknek a száma 2001 és 16 között folyamatosan emelkedett, 63 ezer főt közelítette meg 2016-ban, tehát ha a 20 és a 49 éves szingliknek a korcsoportunkénti megosztását néznénk, akkor be a döntő többségük, 75%-uk ebbe a 20-39 éves korcsoportba tartozik, azért a 40-es éveiben járók között is van szingli. Tehát aki a 2000-es években szingli volt, annak egy jó része maradt is szingli. Ez ilyen Hályok Kovács módjára próbálunk kiolvasni. Anyagi helyzetről tudunk-e bármit, hogy azok, akiket ön vizsgált, azok milyen körülmények között élnek? Igen, megpróbáltam leírni, bemutatni azt, hogy néz ki a 2016. évi mikrocenzus alapján, milyen jellemzőkkel rendelkezik egy átlagos 20-39, illetve 40-es éveiben járó szingli, és itt több szempont szerint mutattam be őket. Az egyik például ez a havi átlag nettó jövedelem is volt. Lehet, hogy meglepőek lesznek az összegek, amiket mondani fogok, hiszen a definíciómból következik az, hogy én tehát nem csak a magasan képzett, tehát felsőfokú végzettséggel rendelkezőket tekintettem szinglinek, és lehet, hogy ez is okozza azt, hogy például egy 20-39 éves átlagosnak tekinthető szinglinő havi nettó átlagjövedelme 181 ezer forint volt, és hogy ugyanide tartozó átlagos szingli férfinak pedig 201 ezer forint, és hogyha megemlítjük a 40-es éveiben járó szingliket is, akkor a nők nél ez 193 ezer forint, a férfiaknál pedig 173 ezer forint volt. Tehát ott a férfiak Igen. voltak rosszabb helyzetben. Igen. Érdekes. Továbbra is érkeznek az üzenetek. Mindenki megbánja később, ha a karrierre koncentrál, és nem a társkeresésre, vagy a gyermekek megszületésére. Ezt írja a hallgatónk. Mama Hotel, nem szeretem ezt a kifejezést, inkább menjen albérletbe egy fiatal, hogy ne szólják meg, az én fiatalkoromban nem szólták meg a fiatalokat, ha a családjukban otthon éltek. És következő üzenetünk is van még, itt szeretném egy szintén már felnőtt gyermeket nevelő nagymama üzenetét tolmácsolni, és ezt mondjuk zárszónak is tekinthetjük. A fiam 30 éves, kimondottan jóképű, jól keres, munkáját megbecsülik, kicsit munkamániás is, saját lakás és kocsi is van, és vágyik a társra. Nagyon
Nagyon szépen köszönjük, kíváncsiak vagyunk, hogy a következő népszámlálási adatok vizsgálatából mi fog kiderülni, mert gondolom, hogy folytatja a vizsgálatát. Igen. Rövid Irén, szociológus, a KSH szakértője volt a vendégünk, és vele jártuk körül a elmúlt időszaknak a szingli kérdését. Köszönjük szépen, és hát szó volt itt az életkori határokról, 20-39, 20-49, de az idősebbekről még nem nagyon volt szó, pedig a szerelem kortalan, és akár ez mottója is lehetne annak az online társkereső oldalnak, amely kimondottan 50 év felettieknek készül. Kézcsók névre keresztelték, és bármilyen furcsa is, a legidősebb felhasználó betöltötte a 100. életévét. Bíró Csabával, az oldal vezetőjével, Kovács Bernadett beszélgetett. Nagyon sokféle társkereső oldal létezik már, specifikusan egy-egy társadalmi rétegnek, egy-egy társadalmi csoportnak célozva. Honnan jött az ötlet, hogy 50 év felettieket is megcélozzanak? Két oka van, hogy elindult. Az egyik oka a piaci ok, természetesen, hogy megváltozott a népesség összetétele, vagy folyamatosan változik. Európában előregedő társadalomban élünk, és mind több felhasználó kerül át ebbe az idősödő korcsoportba. A másik oka az volt, hogy az ismeretségkörömben egyre több emberrel találkoztam, aki csalódott a hagyományos társkeresési formákba. Ők még a régi értékrend mentén szocializálódtak, és rendre belefutottak zsákutcákba, csapdákba. Nagyon nehéz olyan közösségben társat keresni, ahol például rengeteg fiatal férfi veszi körül az idősödő hölgyeket, szembe kell nézni a kihívással, hogy valójában egy vadászat áldozataivá lesznek, mikor kiteszik a hirdetésüket, és egy laikusabb 50-60 éves ember beleesik ezekbe a csapdákba, és sorra éri őket a kudarc. Próbáltunk egy zárt, erősen moderált, diszkrét közösséget létrehozni, épp az ő számukra, akik még informatikailag nem olyan műveltek, illetve nincs tapasztalatuk az ilyen modern kori társkereső módszerekben. A honlapon is olvasható, hogy az 50 pluszos korosztály igényeire hangolva. Na de mik ezek az igények? Milyen igénye van egy 50 év felettinek, hogyha a társkereső oldalról van szó? Elsősorban technikai igény. Segítő menük, videók, online 24 órás ügyfélszolgálat segíti a informatikában kevésbé járatos emberek böngészését. Onnantól kezdve, hogy egy 90 éves ember felhívhat azzal kapcsolatban, hogy elmagyarázzuk neki, hogy mi az e-mail közt és a web közt a különbség. És ezt elmagyarázzuk, mert erre szüksége van, hogy valakitől ezt meghallja, mert lehet, hogy nincs bizalma, vagy szégyelli a fiatal családtagok felé ezt a igényét feltárni. És valójában annyiban plusz ez a társkereső, hogy személyesebb kapcsolatot ápol a társkeresőkkel. Az idősebb embereknek igénye van a beszélgetésre. Tehát kevés az, hogy egy ügyfélszolgálatos egy formalevelet visszaír, igénye van arra, hogy telefonon meghallgassák a kudarcairól, esetleg a életeseményeiről beszámoljon, illetve hogyha valami nagyon triviális dolog történt vele, sem csapjuk rá a telefon, mert nincs időnk rá, hanem tényleg jó pedagógusként elmagyarázzuk számukra a legalapvetőbb informatikai dolgokat is. Akik regisztrálnak erre az oldalra, ők tulajdonképpen mit keresnek? Nagy lángoló szerelmet keresik, pillangókat a gyomorban, vagy már inkább csak mély beszélgetéseket, egy társat, aki egy biztos pontot jelent az életében? Az utóbbi. Tehát már nem fellobbanó szerelmet, hanem egy stabil, nem feltétlenül összeköltözős, baráti, bizalmas kapcsolatot. Ugyanakkor természetesen sok esetben fontos az erotika is még ebben a korban, ezért bele is tettük, hogy szexuálisan legyen aktív a keresett partner vagy sem. Ez egy diszkrét utalás arra, hogy ő még tervez-e a párkapcsolatnak ezen a területén is ő valamit, vagy már tényleg csak egy nekit együttlétet, egy sétát, egy közös élményt, egy utazást. Egyébként nagyon érdekes, hogy a legtöbb társkereső ebbe a korba nem is elsősorban társat keres már, hanem barátot. Tehát nagyon ritka az, aki összeköltözős kapcsolatot keres, és még az is izgalmas, hogy itt szabad egymás profiljait is megnézni. Ugyanis nagyon sok hölgy barát nőt keres, a szó hagyományos értelmében mondom, akivel együtt kártyázhat vagy sétálgathat. És ez nagyon szimpatikus, mert még ez is azt mutatja, amit a beszélgetés elején mondtam, hogy egy régi korban szocializálódott emberekről beszélünk, tehát semmi rossz hátsó szándék nincs ebbe, miközben egy másik társkereső, ha hölgy keres hölgyet, akkor abból szokott probléma lenni, gyakran eljut az adminisztrátorig is egy-egy ilyen esemény, hogy miért nézi meg a profilomat mondjuk egy ugyanolyan nemű ember. Ön hogy látja? Azért választják az internetes társkeresést sokan 50 felett is, mert a 21. század elvárásaihoz szeretnének igazodni, vagy tényleg nincs más lehetőség már nekik sem? Ez régen sokkal egyszerűbb volt.
hú, ez nehéz megítélni. Azt viszont látom, hogy bár laikus ez a réteg, vagy ez a korosztály, de nagyon gyorsan felszívja magára az informatikai műveltséget, és újult erővel, szinte habzsolva az információkat veti bele magát, úgy a közösség média használatba, az orvosi cikkek olvasásába, mint ahogy a társkeresőkbe, és szerintem otthon is megtalálná magának ezt a kapcsolatot, de ez izgalmas kihívás, egy újabb kaland, egy felfedezési lehetőség, mint a fiatalabbaknál is. Szerintem gyorsan tanulnak az idősek nagyon. Ki a legidősebb felhasználó? 102 éves úriember Hamburgból, aki több mint 10 éve hirdet, ő barátokat keres. Vendégül látja Hamburgba a barátokat, bemutatja a nevezetességet, két állampolgárságú magyar emberről van egyébként szó, csak egy régen emigrált művelt mérnökemberről van szó, aki magányos a német környezetben, szeretné az anyanyelvét ápolni. Ő a legidősebb társkereső, nem is társkereső már, ő egy ikon nálunk, mi gondozzuk a profilját, mert már neki ez nehézségeket okoz, de nagyon büszkék vagyunk rá, hogy megfelelünk az elvárásainak. Kényszerűség vagy kényelmesség? Miért élnek még a fiatal felnőttek a Mama Hotelben? Ezt kutatjuk a következő fél órában, tehát egészen 10 óráig. A magyar fiatal felnőttek közel kétharmada még otthon lakik. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal friss felméréséből. A Mama Hotel jelenséggel és a Pán Péter szindrómával is foglalkozunk majd a következő percekben, tehát a stúdióban már itt van Gyarmati Rita pszichológus, őt kérdezzük már is. Előtte azonban személyes történetek következnek a Mama Hotel előnyeiről és hátrányairól, Pilisi Csenge és Bétó Erika összeállításában. Egyre több fiatal halogatja az önálló életkezdést, a házasságkötést vagy a családalapítást. Egy férfi azt meséli, hogy ő lányával és a vejével él együtt közös háztartásban. Azt hiszem, hogy szerencsés helyzetben vagyok, mert eleve baráti a kapcsolat a lányommal, de amikor a férje bejött a családba, még egy barátot is kaptam. A szabad programok is így közösek, most például együtt megyünk majd kirándulni. A reggel felkelek, mi legyen a kaja. Témű történet. Tehát ez is így megszűjük közösen, hogy mit tennétek, akkor ezt, akkor abba az irányba megyünk el. Boldog vagyok és örülök neki, hogy még együtt élünk. Nyilván majd, ha család lesz, akkor döntést kell hozni, hogy ki megy. Mert én azt gondolom, hogy az a jó, ha ők saját maguk nevelik a gyerekeket. Hogy néz ki a ház? Egy külön életteret tudnak kialakítani? Hát nem. Felső szinten laknak ők, alul lakok én, de a közösségi helyszínek, mint a nappali, az ebédlő, a konyha, azok persze természetesen együtt. Akkor nem csak közös programok vannak, hanem otthoni közös tévénézés, vacsora, ilyesmi? Persze, közös borozgatások, társas játékozások. Nagyon-nagyon jó. Ez jelenteti azt is, hogy igazából érzelmileg nagyon ragaszkodnak egymáshoz? Igen, de én azt hiszem, hogy ez az egészséges ragaszkodás, nem az a típusú, hogy nem tudok elszakadni a szüleimtől. Sokan azt mondják a továbbtanulás vagy a lehetőségek hiánya miatt, de bevallják, otthon maradni kényelmesebb is. Nem tagadja ezt Tamás sem, aki nagymamájával lakik, s csak időnként, amikor barátnője van, költözik albérletbe. A nagymamámmal vagyok most, 4 éve, de ez függvénye annak, hogy van barátnőm vagy nincsen. Ha kapcsolatom van, akkor általában albérletbe szoktunk lenni. Ha nincs, akkor pedig visszajövök X időre. És azért jó itthon lakni? Hát vannak előnyei is, meg hátrányai is. A hátrány, hogy a nyilván az alkalmazkodás. Az előnye viszont az több van kényelmi szempontból. Egy férfiak meg aztán legfőképpen, tehát ugye a főzés. Jól főz a nagymama? Igen, akkor már régen másokásban lennék. Meg ugye a mosás, takarítást ilyen szempontból ezt megspórolom, mert tényleg csak a munkámra kell figyelni. Nehezebb lenne egyedül? Én éltem már 5 évig magamban az egyetemi évek alatt. Nem volt könnyű. Mennyire kényezteti el a nagymama? Gondolom, a kedvenc ételeket főzik. Igen, szerintem ő is megbecsüli, hogy van társága. Tehát nyilván, ugye mivel özvegy, kedveskedik, meg nyilván szerintem ő is tisztában vele, hogy ez nem véges állapot. Mi kiélvezi, hogy van társága, úgy próbál kedvencémet megcsinálni. És mi a kedvence? Hát nekem a rakott lumpi, azt nagyon szeretem. Gondolom gyakran van akkor itthon. Gyakran van, igen, tehát elég sokszor van. A költségekben eloszlik a lakásfenntartás meg a háztartás vezetése? Vagy egyedül lakik, akkor nehezebb kigazdálkodni? Hát persze, ez nyilván, tehát sokkal több. Amikor ez úgy volt, hogy az egyetemmel végeztem, és a barátnőmmel éltem, akkor is ugye megszoktam, hogy a fele-fele, tehát a költség. Így gyakorlatilag ez maradt ugye annyi. Annyiból jobb, hogyha magamban lennék, mondjuk egy lakásba, akkor nyilván csak rám szakadna minden. Így sokkal több marad a jövőmre, hogyha már lakást szeretnék venni. Ezek szerint félretesz gyűjt lakásra? Igen, persze. Ezért miért van az, hogy sokan ezt az életet választják, hogy inkább hazaköltöznek, vagy eleve otthon maradnak? Ez két szempont miatt van így. Az egyik az, lehet neveltetés. Nem, ez nem így volt. Nem, a másik állapot van az anyagiak inkább. Nagyon sok szülő úgy neveli a gyerekét, hogy maga mellett tartja minél tovább. Ez szerintem nem helyes azért, van egy határ. Tényleg most a pénzügyi dolog miatt van így, hogy minél több pénzt meg tudjak spórolni egy lakásra. Régen természetes volt, hogy a különböző generációk együtt éltek. Miért volt ez jó ön szerint? Tehát inkább a hátrányát is látom. Ha barátnőm van és vele együtt élek, akkor azért szeretem, hogyha van egy saját magánéletem. És ilyen szempontból azért hátadható az, hogyha a szülők az emberek a nyakán vannak egész nap. Beszéltünk itt előnyökről is, hátrányokról.
hátrányokról. Hogy mondja meg a lánynak, hogy hát a nagymamánál lakom? Igen, ez hátrány szerintem. Ha még nő azt mondja, hogy ez nem hátrány egy férfinál, akkor ez nem az hazudik. Én általában azt mindjárt közlöm a nővel, hogy amint van lehetőség rá, és uralkodok azok, tehát kettőnk között, akkor egyből lehet lépni egy albélet vagy lakás felé. Hát azért én is azért ezt szeretném, tehát az érdekem is ez. Nincs előítélete a lányoknak egyébként az ilyen férfiaknál, mint ön, aki otthon lakik? Ha azt mondám, hogy így gondolkozok, akkor nagy hátrány lenne. De hogyha így, hogy mondom neki, hogy gyorsan lépek egy más irányba, akkor nem hátrány. És az ismerősei körében vannak hasonló helyzetben lévő fiatalok, fiúk, lányok, akik még otthon laknak? Hát nagy részt ilyenek vannak. Én azt tapasztalom, hogy akinek nincs kapcsolata, az általában a szüleivel van, főleg anyagiak miatt. És ez nőknél is, tehát elég sok barátnőm él még a szüleivel, és férfiak is. Most ugye 30 plusz évesekről beszélünk. Ön azt mondta nekem, hogy még tavaly ilyenkor az édesanyjával lakott, pedig 30 éves. Miért alakult így, hogy ilyen sokáig volt otthon? Az élet így hozta. Igazság szerint a munkahelyek munkahely hátán. Anyukám még nem zavartak el otthonról. Őszinte leszek, az a kényelem. A kényelem is szerintem befolyásolt, mert teljesen jó volt, hogy anya főzött, mosott rám, meg takarított rám, úgyhogy csak a tiszta ruhába bele kellett bújni. Olykor még a szendvicset is elkészítette munkám előtt, úgyhogy már most elköltöztem egyébként, most lesz második hónapja, hogy három településsel arra költöztem, igaz, hogy egy jövendőbelimmel, akivel azóta már szétmentünk, úgyhogy egyedül maradtam, de most albérletben lakom jelenleg. És most mennyire változott meg az élete, úgyhogy egyedül van, és egyedül kell ma önmagára mosni, vasalni, főzni? Napi három alkalommal telefonos instrukciót kapok anyától, de egyébként nagyjából megoldom magamnak a dolgokat. Most, ha így őszintek akarunk lenni, akkor melyik volt a kényelmesebb? Hát természetesen, hogy anyával. Bétó Erika és Pilisi Csenge összeállítását hallották. Sok fiatal tehát még a 30-as éveiben is a szüleivel él. Tavaly a 18 és 34 év közötti korosztály 62%-ára volt ez igaz Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal adatairól van szó. A tendencia egyébként emelkedik. 2005-ben ez az arány még csak 50% volt. Kényszerűség vagy kényelmesség a Mama Hotelben lakni? Ez a kérdésünk. Mára számítunk a tapasztalataikra és a történeteikre is. SMS számunk 06 39666, és érkeznek is az üzenetek. 34 éves korukig, kérdezi az egyik hallgatónk, én 46 vagyok, és anyukámmal élek, és ez már így is fog maradni. Esélyem sem volt, és nem is lesz saját lakásra. Hát erről ennyit, aztán még egy üzenet. Sokkal kényelmesebb lenne önállóan lakni, ha meg lenne hozzá az anyagi hátterem. Lakást fenntartani, félretenni, nem lerongyolódni anyagilag, ez a fizetésből szinte lehetetlen. Van, aki meg azt írja, hogy az öcsém 22, én 27 voltam, amikor elköltöztünk otthonról, úgy neveltek a szüleink, hogy úgy tanuljunk, hogy egyedül is megéljünk a fizetésünkből, illetve mivel szüleink is dolgoznak, mai napig mindenki saját magát látja el. Itt van velünk a stúdióban Gyarmati Rita, pszichológus. Kezét csokrom, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ön mit tapasztal? Tényleg az anyagi szempont az, ami otthon tartja a fiatalokat és a már kevésbé fiatalokat, vagy van itt azért valami lelki-mentális háttér is? Nagyon érdekes mindegyik SMS, mert hogy mindegyikben van igazság, és nagyon nehéz ez a kérdés. Objektív és szubjektív szempontok is vannak, amik befolyásolják azt, hogy ilyenkor mi történik. Hát nyilván, hogyha mondjuk pszichológus szemmel nézem, akkor érdemes visszamenni és megnézni a gyökerét a különböző SMS írók helyzetének. De hogy hát miután én pszichológus vagyok, ugye nyilván a szubjektív szempontokra jobban tudok koncentrálni, vagy azokra a szempontokra, amik a kapcsolat szempontjából érdekesek, tehát a szülő-gyerek kapcsolat szempontjából, hogy a szülő hogy viszonyul ehhez a helyzethez, és a gyerek. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát olyan is van, hogy a szülő akár tudatosan, akár tudatalat, de fogja a gyereket. Maradj, igen, itthon, édesfiam, itthon jó neked, meg azért jó nekem, ha te itthon vagy. És az a baj ezzel, ugye, hogy itt ugye az történik, hogy a személyiség fejlődés során, akár egy családon belül is, ahogy egy gyerek nevelkedik, fejlődik, egyre nagyobb lesz, ugye az, hogy én az önálló életre fel tudjam készülni, ez ott kezdődik, hogy 8 évesen mosogassák kislányom. Tehát ez most egy nagyon furcsa mondat, de akkor is úgy kezdődik, hogy mindig a korosztályának megfelelő feladatokkal látom el. És hogy közben viszont én, mint szülő, hogyha párkapcsolatban apukával élek jó esetben, akkor ugye azt is kell koordinálni, azt a kapcsolatot. Tehát az nem lehet, és sajnos nagyon sokszor ez történik, hogy a gyerekek nevelése alatt a mi kettőnk kapcsolata nem áll meg a lábán, és kiüresedik. És mire a gyerek felnő, és elmehetne, addigra egy olyan helyzetben vagyok, hogy ott állok a férjemmel szembe, és nem tudok vele mit kezdeni. És akkor sokkal egyszerűbb azt mondani, figyelj kisfiam, ne menj már el, mert akkor ugyanazokban a szerepekben meg tudjuk magunkat tartani, csak egy 35, 38, 40 éves embernél ő már nem gyerek. És itt ez egy alapprobléma tud lenni.
Kaptunk egy újabb üzenetet. A gyermekek önállósodását anyaként kicsit nehezen éljük meg, másrészt viszont örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy önálló életre képes, magabiztos felnőtteket sikerült nevelni a kicsinyeinkből. Hiányoznak nagyon, és most mindjárt folytatódik itt valahol az üzenet. Nagyon sok SMS-t kapunk, ez a rákfenéje most a helyzetnek. Szóval, hogy azt hiszem, arról ír a hölgy a folytatásban, hogy hiányoznak nagyon nekik a gyermekeik, de hogy ezzel együtt kell élni, mert hogy ez az életrendje. Nagyon nehéz, persze, ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy én, mint anya, aki vagy mondjuk az apa is, hogyha aktívan részt vesz egy gyereknevelésben, akkor előbb-utóbb el kell, hogy engedjük az ő kezüket, de hogy ettől még nem válunk haszontalanná, és ez lenne a feladat, hogy ezt megértsük, hanem a szerepeket változtatjuk, és próbálunk alkalmazkodni az új helyzethez, és megtalálni azt, hogy mikor, miben tudom támogatni a gyerekemet. Igen, de van, aki meg azt veti föl, hogy hát lám-lám, a régi időkben, meg a falusi környezetben a sok generációs család volt a divat, vagy nem a divat, hanem a szükségszerűség, a szokás, a megszokott. Hát akkor miért nem lehet ugyanezt a városi környezetben is megvalósítani, sok generációs család egy lakásban? És ez megint egy nagyon jó kérdés, mert hogy abszolút működőképes ez is. Ugye mindig egy családban azért az, hogy a családtagok hogy viszonyulnak a helyzethez, az a meghatározó. Nyilván az, hogy a világ mit mond, ez mindig befolyásol minket, meg próbálunk alkalmazkodni, de ha egy család meg tudja azt oldani, hogy külön szinten például a pszichológiai határokat megtartva. Tehát, hogy nem ez a cipőt kelljen húzni, ez a pszichológiai határ, vagy azért a papucs is elég? Nem, lehet ez. Hát most, hogyha egyházon belül beszélgetünk, akkor ugye, mert hogyha több generációs családi házról beszélgetünk, akkor ott az a fontos a határokban, hogy egymás intim szféráját tartsuk tiszteletben. Tehát amikor 30 éves a gyerekem, akkor már nem 12. Tehát nekem nem az a dolgom, hogy kisfiam, mikor jössz haza. Ugye? Vittél a szendvicset. Igen, tehát hogy ott már nem ez a dolgom, hanem olyan dolgokban kell támogatnom, hogy felnőtt szerepben lettünk. Ugye Erik Bernnek van egy nagyon jó könyve, az Emberi játszmák, és ott ezeket a szerepeket nagyon szépen bemutatja, hogy a gyerekből hogy lesz felnőtt, a felnőttből hogy lesz szülő, és hogy a szülővel kapcsolatban hogy változnak ezek a dolgok, és ez, ha egyensúlyban van, akkor működik. Igen, persze, ez megint egy másik dolog, ugye a több generációs családmodellben, hogy a megházasodott gyermek élt együtt a szülőkkel, vagy élt együtt a nagyszülőkkel. Itt, amiről mi beszélünk, a Mama Hotel esetében, itt nem arról van szó, hogy hazahozza a feleséget vagy a férjet, hanem nincs feleség, nincs férj, hanem egyedül otthon éldegél, és 30 éves, 40 éves, és sehol senki. Azt veti fel egy SMS író 0639666, hogy az elköteleződéstől félünk, és egyszerűbb otthon maradni. Ebben is biztos van valami. Azért nem szeretek általánosítani, mert nagyon sokféle ember van, és valóban lehet ez is. Ugye az a probléma, hogyha most ezt mondjuk, hogy az elköteleződéstől való félelem, akkor ez egy elég rejtett dolog, egy tudatalattiban ott hátul működő dolog, amivel nem biztos, hogy én konkrétan tisztában vagyok, hogy ez az oka. De úgy nagyon nehéz ez a kérdés is, viszont azt kell, hogy mondjam, mert itt nagyon jó az, hogy igen, hogyha valaki megházasodik és úgy él otthon, az nem ugyanaz, sőt, szerintem az sem ugyanaz, hogyha valaki egyetemistaként még otthon él. Tehát nem kereső, mert hogyha kereső lesz, akkor mondhatjuk azt, hogy ez Mama Hotel, ahol megéri az, hogy... Mert hogyha valaki egyetemistaként otthon él, azzal nincs probléma. Ha nincs még munkája és otthon él. Igen, és ez egyre jobban kitolódik, tehát ez egy nehéz kérdés, mert 30-35 évesen még nagyon sokan egyetemre járnak, úgyhogy ez megint egy ok lehet arra, hogy akkor most milyen szempontból nézzük a Mama Hotelt. Igen, ugye átlagosan 27 évesen költöznek el otthonról a magyar fiatalok, ez a Központi Statisztikai Hivatal jelentésének az adata, és ez végül is így ki is jön, ha végig gondoljuk, hogy mondjuk 24-25 éves korig egyetemre járnak, aztán megszerzik az első munkahelyüket, és azért jó esetben azt hiszem elindulnak az önállósodás útján. Reméljük. De ugye egy másik adatról is van szó ebből a friss kutatásból, vagy van szó egy másik adatról is, hogy tavaly a 18 és 34 év közötti korosztály 62%-a lakott még otthon. Ugye ez adja a beszélgetésünk apropóját. Egyébként ez nem csak Magyarországra igaz, hanem az Európai Unió több államára, így Horvátországra, Lengyelországra, Olaszországra, akár Spanyolországra is. És hogy mi a helyzet egyébként mondjuk Angliában, vagy az említett Olaszországban, arról hallhatnak most egy összeállítás, Sárközi Júlia és Tóth Vallé tudósít. Olaszországban nem szégyen azt mondani, hogy igen, még mindig a szüleimmel élek együtt. Ezt a választ adja a 18 és 34 év közötti fiatalok több mint 70%-a.
Az olaszokról köztudott, hogy Európában és a világon is élen járnak a szülői háztól való függőségben. A fiatal generációk nehezen önállósodnak, és teljesen természetes, hogy egy 30 vagy 40 éves férfi még az anyukájával egy fedél alatt éljen, aki főt, mos, vasal rá, és még a spagetti vastagságát is kiválasztja a kisfiának, ahogyan egy ismert olasz komédiában karikírozzák a helyzetet. Mammone a neve a mamától elszakadni nem tudó olasz fiataloknak, másik nevük a Bamboccione, az óriás bébi, ahogyan még 2009-ben az akkori olasz pénzügyminiszter keresztelte el őket lustának és túlzottan családfüggőnek nevezve az olasz fiatalokat. Az adatok viszont azt mutatják, hogy minden gúnynév és felszólítás ellenére az olasz 20-30 évesek kétharmada továbbra is otthon él a szüleivel, és arányok nemhogy csökken, hanem egyenesen emelkedik. Az okok majdnem kizárólag anyagiak. A fiatalkori munkanélküliség Olaszországban jelenleg 25% körüli. Az önállósodáshoz nincsen se családi, se állami segítség. Az olasz 20 évesek nem tudnak saját lakást bérelni, nem tudják vállalni a költségek kifizetését, nem tudják fenntartani magukat. Kezdő fizetésük minimális, ezért szükségszerű, hogy a szülőkkel maradnak, hogy ne kelljen albérletet plusz utazási költséget fizetni. Egyre kevesebben tanulnak tovább a felsőoktatásban, inkább elmennek dolgozni. Ugyanezért egyre később vállalnak saját családot, gyermeket. Olaszországban férfiak és nők is jóval 30 év felett mondják ki a boldogító igen, az első gyermek születésekor pedig a nők életkor átlaga szintén már 30 fölé emelkedett. A koronavírus járvány csak rosszabbította a helyzetet. A gazdasági nehézségek az első között sújtották a fiatalokat, akik elveszítették ideglenes pénzkeresési lehetőségeiket, állások tűntek meg. A fiatalok és idősebb szüleik közötti kapocs még inkább erősödött. A családok összetartó ereje mindig is fontos volt, de az egészségügyi vészhelyzetben elengedhetetlennek bizonyult, állítják a társadalomkutatók. Persze az olasz 20-30-40 évesek többsége nem akar az anyukájával élni, ennek minden előnye ellenére. Az olasz fiatalok is tömegesen igyekeznek külföldre tanulni, dolgozni, önállósodni, vagy Szicíliából legalább Milánóba költöznek át. Legalábbis ez volt a járvány előtt. A betegség új helyzetet teremtett, amelynek társadalmi következményei már is érezhetők, mivel az olasz fiatalok többsége lemondta az albérletet, hazatért külföldről, és ismét a famíliával él együtt. Angliában is hasonlóan alakul a helyzet, mint Európa számos más országában, vagyis egyre több fiatal, egyre hosszabb ideig lakik a szüleinél. A brit statisztikai hivatal adatai szerint ma 1 millióval több fiatal felnőtt él a szüleivel közös háztartásban, mint 2 évtizede. A brit 20 és 34 év közti korosztály egynegyedével ez a helyzet. Londonban, ahol lakást venni is, bérelni is a legdrágább az országban, 41%-kal emelkedett a Mama Hotelben élők aránya 1998 óta. Ma összesen 3,5 millió fiatal felnőtt él a szüleivel. Hogy ez miért alakulhatott így, annak két legfontosabb oka a tanulás és a lakáshelyzet változása. Pár évtizede még az érettségi volt a belépő a felnőtt világba. Ma a középiskolából kilépő fiatalok több mint a fele egyetemre megy, vagyis legalább 3-4 évvel tovább marad diák. A 90-es évek vége óta pedig az egyetemek zömében itt is tandíjat kell fizetni. Így a diplomás fiatalok általában több 10 000 fontos adóssággal kezdik felnőtt életüket, a diákhitelt pedig hosszú évekig törleszthetik. A másik sokkal súlyosabb ok, hogy az utóbbi évtizedekben az egekbe szöktek az ingatlanárak. Míg a 90-es évek végén egy garzonlakást 3-4 évi átlagkeresetből meg lehetett venni, mára ehhez majdnem 10 évnyi átlagfizetés szükséges, ami alaposan megnehezíti az önálló életkezdést. A brit köznyelv boomerang generációnak hívja azokat a fiatalokat, akik az egyetem elvégzése után anyagi okból kénytelenek visszaköltözni a szüleikhez. Ez senkinek sem ideális. Egy 20-netán 30 éves ember már nem biztos, hogy jól érzi magát a gyermek szeret körében. De a szülei is szívesen élnék már a saját életüket. Ők viszont helyzetüknél fogva a szendvics generáció besorolást kapták. Életük derekán még gondoskodniuk kell idős, olykor beteg szüleikről is, de közben az egyetem után még, vagy már megint otthon élő gyerekük vagy gyerekeik is támogatásukra szorulnak.
Sárközi Júlia Rómából, Tóthvali pedig Londonból jelentkezett, mi pedig Budapestről, és folytatjuk Gyarmati Rita pszichológussal a beszélgetést. Két SMS-t olvasnék önöknek, egymás után érkeztek. Az egyik így szól: a szüleim anyagilag nem tudtak támogatni, tanári fizetésből nem tudtam félretenni, a banka semmire nem ad kölcsönt. Ez az egyik, a másik hallgatunk pedig azt írja: semmim nem volt, csak egy jó szakmám és a szorgalmam, 20 év alatt elértem mindent anyagilag, ma túl a 6. X-en mindenem megvan. Nem lehet itt igazságot tenni. Nem lehet igazságot tenni, de hogy ezeknek a... Nyilván vannak különböző személyiségvonások, amik minket alkalmassá tesznek valamire, vagy nem. De az, hogy minket hogy nevelnek, és az előbb, amikor elkezdtünk arról beszélni, hogy 8 évesen mosogasson el, az önállóságra való nevelés, az nagyon meg tudja segíteni ezt a fajta gondolkodást, elnézést, hogy összeszedem a dolgaimat magamnak. Ígérgettük a hallgatóknak, hogy a Pán Péter szindrómáról szó lesz, eddig még nem volt róla szó, az mi? Igen, hogy ebben tehetünk különbséget, ha valaki egyetemistaként otthon él, vagy hogyha valaki már dolgozik, és úgy él otthon, 37-40, igen. És olvastam egy ilyen kutatást, hogy a 40 év a vízválasztó. Tehát ha valaki 40 éves koráig nem költözik el, nagy valószínűséggel nem is fog. Marad az anyuka kicsi fia. Igen. Érkezett egy újabb üzenet. Örüljünk, hogy a családtagok szeretetben együtt tudnak élni. Az fontos, hogy a lakás alkalmas legyen az egészséges magánéletre is, és ne azért maradjanak együtt, mert valamelyikük kihasználja a többit. Gazdaságilag is előnyös lehet mindenkinek, hogyha a gyerekek ellátásában, mármint itt nyilván az unokákra gondol, felügyeletében a fiatal szülők terhei jelentősen csökkennek, ha jelen van ugye a nagyszülői generáció. Csak a szeretet és a belátás kell hozzá. Ez nagyon jó, amit érez a valaki, és ez így is van. De ahhoz, hogy ez működni tudjon, ez egy rendszer. És ahhoz, hogy ez működni tudjon, hogy a nagyszülő nagyszülőként tudjon működni, a nagyszülői szerepben. Tehát ugye, ha ott van a gyerekem is, meg ott van az unokám is, és én 35 évig a gyerekemnek az anyja voltam, nekem váltanom kell tudni, hogy az unokám előtt nem mondom azt a gyerekemnek, hogy jaj, kisfiam, már megint rosszul csináltál valamit. Tehát itt beszélünk arról, hogy a szerepeket és a határokat megtartani. Akkor a nagyszülő, ha át tud lépni a nagyszülői szerepbe, akkor ez tényleg működhet. Mindenkinek kell tudni azt, hogy hol a helye, és valóban működhet, és jól is működhet. De ez nagyon nehéz feladat. Tehát akkor valójában nem az a kérdés, vagy nem az az utolsó kérdés, hogy otthon lakik-e a gyermek, vagy nem lakik otthon, hanem hogy képesek vagyunk-e a saját identitásunkat, vagy a saját szerepünket a adott élethelyzetünknek megfelelően felfogni, értelmezni, és ebben létezni. Tökéletes, így van, tehát, hogy, de hogy ez egy párkapcsolatban is ez a kérdés, ez egy együttélésben is ez a kérdés, ez amikor bemegyek a boltba, és vásárolok valamit, akkor is ez a kérdés, hogy belelépek-e a másik intim szférájába, vagy tiszteletben tudom tartani, és én meg tudom-e tartani a saját határaimat, és teljes értékű személyiségként tudok-e működni a világban. A barátnőm 27 éves fia otthon él, még papával, mamával, de a lakás 3 szoba hallós. Nagyon jól keres, ezzel hozzá tud járulni a vásárlással és a főzéssel, vagy a vásárláshoz és a főzéshez is, szintén a még dolgozó szülőknek. A fiúnak helyes menyasszonya van, takarékoskodással, babaváróval, drága lagzi nélkül jövőre talán elindulhatnak a saját útjukon. És ebben megint az a szép, hogy az, hogy támogatjuk az idősszüleinket, akár anyagilag, vagy ők támogatnak minket, az nem ugyanaz, mint amikor lakom a szüleimnél, és ő vesz nekem mindent, ő fizeti a csekket, ő adja az alsógatyámra a pénzt, tehát ez nem ugyanaz a kategória. Erre mondtam azt, hogy nagyon szépen be kell osztani mindenkinek, annyit kell vállalni, amennyit tud ebben a helyzetben. Ezért kimondva, kimondatlanul alapvetően utalás szinten a fiúkról beszéltünk. Tehát azok a fiúk, akik otthon maradnak, hát Mama Hotelnek hívjuk, és nyilván a fiúkról beszéltük talán hangsúlyosabban. A lányokkal mi a helyzet? Ők is maradnak? Én azt gondolom, hogy a lányok is, igen, valóban egy picit elcsúsztunk az alsógatyával. Tehát az alsógatya, igen, itt volt a végső csepp. De hogy ez nem igazságos, azt gondolom, hogy ez tényleg nem igazságos. Hát az, hogy Mama Hotel, hát ez lehet egy lánynak is a mamája, tehát nyilván nem igazságos. Hogyha ezt tovább visszük egy picit, akkor hogy az anya-fiú kapcsolat az egy más kapcsolat, mint egy anya-lánya kapcsolat. Tehát lehet, hogy ezért egy picit ebbe az irányba tolottunk. Arról beszélt az előbb, hogy a szerepváltás az nagyon fontos. Ki tud ebben segíteni? Hogyan tudok felkészülni arra, hogy szerepet váltsak?
Hát ugye ez úgy van, hogy az embernek, ahogy jönnek az új életciklusok, azt nekem tudni kell követni. Én azt gondolom, hogy a külső visszajelzés nagyon fontos. Tehát, hogyha nekem nagymamaként azt mondják, hogy figyelj, ne neveld a unokákat, hanem vidd el, légy szíves az állatkertbe, és nekem ez többször konfliktus helyzetet jelent, mert nem tudok átlépni abba a szerepbe, hogy kényeztetem az unokámat, akkor lehet segítséget kérni. Tehát, hogyha olyan visszajelzések jönnek a világból, és én is azt érzem, hogy valahogy nem tudom a helyén kezelni ezeket a dolgokat, akkor nem szégyen segítséget kérni akár egy szakembertől, és akkor helyére lehet tenni ezt a dolgokat, ezeket a dolgokat. És kérünk, nagyon rövid időnk maradt. Nagyon remélem, hogy igen, én azon vagyok, hogy mindenki nyugodtan kérjen segítséget. Nem ciki. Dehogy ciki. Jól van. Igen, átbeszéltük a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb tanulmánya miatt azt a helyzetet, hogy a Mama Hotel ez vajon kényszerűség vagy kényelmessége. Ugye az adat az az, hogy tavaly a 18 és 34 év közötti korosztály 62%-a még a szüleivel élt, ez Magyarországra igaz, a tendencia emelkedik, mert 2005-ben ez az adat, ez még csak 50% volt. Aki pedig a beszélgetésben társunk volt, ő Gyarmati Rita, pszichológus. Köszönjük ezúttal is, hogy velünk tartott. Köszönjük Én szépen. Én is köszönöm szépen.